Nos, üdvözöllek benneteket, Péter vagyok az Erdélyi Túráktól, és megyünk be Kézdi vásárhelyre. Nos, hát lassan egy hete kint élünk, itt élünk Székelyföldön, és hát elképesztő ez a nyugalom, ez a stresszmentes élet, tehát az a csend, figyeljetek, ami az otthonunkban van. Nagyon jó, ugye a falu szélén élünk, és hát most meg megyünk be Kézdi vásárhelyre. Hát, amint látjátok, csodálatos az idő, és ugye a helyiekkel is ugye beszélgettem, és ugye megkérdeztem tőlük, hogy volt-e itt koronavírus, meg ilyen. Hát nem nagyon. Tehát ugye most is jön ez a majomhimlő. Az az érzésem, hogy itt csak ugye be kell tartanunk majd azokat a korlátozásokat, hogyha lesznek, amiket kitalálnak ugye az emberek, vagyis a úgymond a román állam vezetői. De nem hiszem, hogy ha egyszer háború is lesz, akkor el fog érni valamilyen szinten hozzánk, mert látom, hogy a helyiek nagy részt önfenntartóak. Tehát mindenki megtermeli, mindenkinek van veteményese, mindenki tart disznót, tehenet, tyúkot, értitek? Tehát, és ugye, mint mondtam is már korábbi videóimban, ez egy öko közösség. Tehát a Kászonszék az egy öko vidék, értitek? Úgyhogy ez is szerepet játszott abba, hogy ezt a részt válasszuk. Hát meg amit látjátok, itt most utazgatunk, milyen gyönyörű a táj. Nos, hát nem is tudom, úgy egy két hónappal ezelőtt is egy videót tettem fel, és akkor azt a címet adtam neki, hogy Putyin ravasz terve. És akkor ugye arról beszéltem, ugye, hogy Kínával a háta mögött arra fog játszani, ugye, hogy elhúzódjon ez a háború, és nézzétek, még elejét tudjuk, mikor kezdődik, de hogy vége mikor lesz, azt nem lehet tudni. És ugye akkor arról is beszéltem, hogy jön majd ugye ez a gazdasági válság, éhínség jön, nézzétek meg Sri Lankától kezdve Szenegálig, ugye a magrebi országok, Észak-Afrika, arab országok, hát mindenütt élelmiszer hiány van, és hát ugye, hogy erre megint azt mondhatják ugye sokan, hogy hát igen, az oroszok, hogy erre játszottak, most mennyi ember szenved. Na, és az milyen, hogy USA küldi az ukránoknak a fegyvert, és az ukránok halljanak meg inkább, mint egy USA amerikai katona. Értitek? Tehát ez olyan, mint hogyha én odaadom Tóth Jóskának a kezébe, hogy menjél Pistát a szúrd le. Értitek? Ez körülbelül ugyanaz. Tehát mind a kettő undorító. Tehát mind a kettő oroszoknak, és erre semmi mentségük nincsen. USA-nak is semmi mentsége nincsen. Hiába áll mögöttük a média, és másként adják be ugye a népekbe, a médián keresztül. Ez az igazság, hogy fegyvert küldenek, és hagy vérezzenek, hagy pusztuljon az ukrán. Meg az orosz is természetesen ezáltal. Hát ez a Kászon-patak völgye, amint látjátok, ez elképesztő szép. Ez a gyönyörű, zöld környezet, erdők mindenfele. Ez itt meg pittykölik az utat, valószínű beszakadt, ahogy nézem. Ez valami csodálatos. Itt a patak partján, így az műútról láttam nem is egy, hanem több hódvárat is. De majd legközelebbi filmünkben majd az lesz, kedves barátaim, hogy bemutatom nektek a magasból is, azaz a hegyek tetejéről is a környékünket. Itt meg valakik nagyon nekiálltak füstölni, környezetbarát módon kigyulladta. Mama égeti a zöld füvet. Na hát most miért füstöl itt ez is? Na, lehet, hogy a lovaknak jobban ízlik a füstölt fű. Úgyhogy tőlünk nincs olyan messzire Kézdi vásárhely, egy 25 perc körülbelül.
ugye, tehát itt a falukba csak ilyen kisboltok vannak, és hát azok bevallom őszintén drágák, de például tojást már a faluba vettünk, amit láttam is ugye, hogy láttam azt a tyúkot, amelyik tolja a tojást, értitek? Tehát nem az, hogy fedett helyen volt, vagy na itt meg motoros fűkaszával dolgoznak. Úgyhogy majd rövidesen majd bemutatja, itt a szél, itt vagdosgatják, de elég fordítva vágná, akkor nem az útra csapná az összes füvet, tehát most mi is jövünk, egy kavicsot fölcsaphatott volna a motoros fűkaszat. Nézzétek szembe is, hogy milyen gyönyörű határ. Ó, Uramisten, ez a sok zöld, ez úgy megnyugtatja a szívünket, lelkünket. Kiülünk Dórival a teraszunkra például. Hát aztán ugye várlak benneteket, hogy éljétek át ezt az élményt, amit mi átélünk nap mint nap. Gyertek el ne egy-két napra, hanem legalább egy hétre hozzánk. Van jó pár vendégszobánk, ahol kényelmes szállásotok lehet, és házi jellegű ételeket fogyaszthattok. Tehát nem ilyen, mit tudom én, hol vásárolt húsokból, hanem ha megnézzétek itt jobbra is ezek a mezők, amennyi milliónyi virág, ami van rajta. Hú, hát ez csodálatos. Balra meg Junyájat látok. Levi, mutasd meg Dóri Levit is, Levi meg itt szundikál köztünk középen, a kisfiú. És olyan érdekesen csinálja ez a kis baba, hogy mutatott most már engemet is. Mindig erre fordul a feje, képzeljétek el, és engemet néz. Nagyon aranyos ez a kis, de így az autó meg elringatja, elaltatja a kisfiút. Itt meg balról, itt egy tehéncsorda, hát ez van vagy 40-50 jószág, nem kevés. Na hát ezek a bocik is olyan füvet legelnek, halljátok, ami soha nem volt műtrágyázva, meg nem ilyen silózott, mit tudom én, milyen baromságot. Hát igen, visszatérve erre a háborús helyzet, vírusra, mindenre, nagyon sokan írtatok nekünk. Elnézést kérek mindenkitől, hogy nem válaszoltam még, mert megmondom őszintén, talán 2-3 levélre válaszoltam, de még vagy 15 várakozik. Sokan mondják, hogy legszívesebben ugye föladnák azt az életet. Egy családapa írt rám, 3 gyerekkel, legszívesebben kijönnének ide Székelyföldre, csak nem tudja, hogy mivel foglalkozzanak. Hát így falut meg lehet azért vásárolni olyan 30-40 ezer euróért, egész jó házat lehet már kapni itt a Kászon vidéken. Hát mit tudom én, 2 szobás, olyan 80 négyzetméter körül itt, ahol van fürdő is, vagy lehet, hogy 3 szoba van. Hát olyan 30-40 ezer euróért már egész normális házat lehet venni. Aztán ugye az ember igényeitől függ, hogy mit szeretne, mit akar. És most belegondolok, ugye most Győrbe ugye van egy háza, azt eladja 50 millió forintért, ugye most 15 milliót rászán itt egy házra, akkor még mindig marad neki 35 millió forintja, hogy elkezdjen valamit. Ebbe kell gondolkodni, figyeljetek. Tehát az, hogy rengeteg, tehát marad egy csomó pénz, hogy majdnem 100 ezer euró, amivel el lehet kezdeni valamit csinálni. Értitek? Tehát akár még mellé földet venni, és akkor elkezdeni gazdálkodni. Értitek? Tehát, itt, ahogy mondták nekem, a tejér egy lej 70-et adnak, tehát az olyan 120-30 forint körülbelül. Tehát a felvásárlók. Na, ez volt itt kézdi száraz patak, és a messzeségbe, képzeljétek el, már látom a brassói havasokat.
amögött meg már ugye ott van a Bucsecs hegység. Hát ugye Brassóhoz is nem kell, hát egy 80 kilométer, nem kell egy óra, hogy eljussunk oda. És mögötte már ott a Bucsecs, ahova föl akarok vinni majd sok kíváncsi turistát, és akkor lássák ugye a Transbucsegi utat, ami ott van majdnem 2000 méter magasságában fut. Na jó van, akkor most arra ennyi, tartsatok velünk máskor is itt a YouTube csatornánkon, és ne felejtsetek ide feliratkozni, mert meg csatlakozni is a csatornánkhoz. Szép napot kívánok, sziasztok, Péter voltam az Erdély Túráktól.